Messze északon Galícia határán, hazánk legzordabb vidékén, hatalmas hegységektől körülvéve fekszik hazánknak egyik legkevésbé ismert megyéje, Árva. Félreeső fekvése miatt sok tekintetben csak ugyan Árva a megye. Annál érdekesebb geográfiai szempontból és a természeti szépségek iránt érzékkel bíró utazó sok érdekes és szép pontot talál itt. Természeti szépségeink kívül történelmi emlékei s etnográfiai viszonyai is figyelmet érdemelnek. Gondolta volna-e a nagy földrajztudós, hogy 1920-ban úgy széllyel szaggatják hazánkat és vele Árva megyét, hogy még lengyel jó barátinknak is jut belőlünk egy darabka. Legészakibb vármegyénk úgy elbújt az északi Tátra alja és a Beszkidek vonulatai közé, hogy erdős vidékét szinte csak a 16. századtól kezdték benépesíteni Árva főurai, a turzók. Jöttek is északról a lengyelek, délről a tótok, a keleti Kárpátokból meg a vlach pásztorok, akikből aztán a hegyvidék lakói, a gorálok lettek. Emelkedjünk fel a folyami hordalékkal és vaskos történelmi emlékekkel feltöltött árvai medencéből, a Tátra szerényebb, északi előhegységeire. Hazánk legészakibb falujából, Podvilkról indulunk, majd Kisárva fa templomát érintve térünk be előbb Árva nádasdra, majd Turdossinba. A Skorusina gerincére emelkedünk, ahonnan Oravica pusztára ereszkedünk. A Juránvölgy szurdoka után átkelünk a Kokholovi völgybe, amelynek felső részéből másszuk meg a Liptói havasok egyik mellékcsúcsát, a Réthegyet. Mindig nagyot dobban a hazajáró szíve, amikor ezer éves hazánk valamelyik végpontján megáll. Most épp a Magyar Királyság északi kapujában, az utolsó árvai faluban, Podvilken kopogtatunk. A Divéki család ősi fészke ma már csak egy apró lengyel falvacskának tűnik. Pedig egyike annak a 12 árvai községnek, amit a trianoni békediktátum Lengyelországhoz csatolt. A legészakibb falu Szűz Mária templomától indulunk Felső Árva felfedezésére, Havasi Norbert túravezetővel és Magyar Zsolttal, a dobogókői Báró Ötvös Lóránd menedékház vezetőjével. Nem sokan tudják, hogy Lengyelországnak is jutott 12 falu Árvából a trianoni döntéskor. Bizony, tehát Lengyelország nem csak a Nedeci vár környékén kapott 12 települést, hanem itt Felső Árvából is 12 települést megkapott a Magyar Királyságból, és itt most a Magyar Királyság legészakibb településén, Podvilken vagyunk, itt a templom mellett, és innen fog indulni a mostani túránk, a mai kirándulásunk. Sok minden szépet fogunk látni, bejárjuk itt Felső Árva településeit, elmegyünk a Skorusinai hegységbe, megátugrunk egy kicsit majd lengyel oldalra is, hogy felmásszunk a Lucsna csúcsára. És tudni kell azt is, hogy Nagy Lajos ezen az útvonalon küldte Csesztohovába még a 14. században a pálos szerzeteseket. Tehát a Mária úton is fogunk járni, ami ma egy zarándok útvonal. Így igaz, de nem csak a szerzetesek, hanem a só is itt járt át Magyarország és Lengyelország között. Tehát itt vámházakkal találkozhatunk útközben, lengyel és magyar részről is. Illetve hát a jó bor is itt járt át Magyarországról, Lengyelországba. Menjünk át Oravkába.
az ottani fa templom az tényleg csodálatos lesz, különleges, úgyhogy induljunk neki. Rájunk, kíváncsian várjuk. Délre indulunk a Magyarországot Lengyelországgal összekötő régi főútvonalon, ahol többször is ránk törtek idegen hadak, ami az észak-déli kereskedelem ütőerét alkotta, s amerre a pálosok nyomdokán zarándokoltak a hívek Csesztokovából Mária Nosztra felé. S aki itt lépett be Mária országába, azt először árva északi koronája, a Babiagóra köszöntötte. Aztán, ahogy a fekete árva völgyében elérte Kisárvát, a vámházban intézhette vámügyeit, mielőtt belépett volna Magyarországra. Hogy mennyire volt a Szent Korona része az árvai uradalom orafkája, arról meséljen nekünk a keresztelő Szent János tiszteletére szentelt fa templom. Az esztergomi érsek 1648-ban alapította itt a protestáns vidék első katolikus plévániáját. Meg is épült a fa templom, ahogy erre szokás, egyetlen szög felhasználása nélkül. Várzéj Máté és Vitkai Pál síremléke idézi a magyar múltat. Odabent már tényleg hazaérkezik a magyar lélek. A Szent János életét megörökítő képek mellett tetőtől talpig magyar szentek és boldogok képeivel van kistafírozva. Nincs még egy templom a Kárpát-medencében, ahol a szent életű magyarok ilyen gazdag festett képgalériája tárulna elénk. A főoltár piétáját két oldalról szent királyaink, István és László szobrai vigyázzák. Az oltár felső részén két magyar női szent szobra őrködik. A képsorozat is Szent István királlyal kezdődik. Mellette fia Szent Imre herceg portréja. De nem hiányozhat a képek sorából a lovak király, Szent László sem. Így él tovább az északi végek apró fa templomában a magyar szentek kitörölhetetlen kultusza. Délebre húzódva Felső Árva medencéjében nem kevésbé érdekes Árvanálast városkája. Ma ismertebb nevén Trestenát még Nagy Lajos királyunk áldásával alapították német bányászok. Nyomban neki is fogtak Szűz Mária tiszteletére templomot építeni. Azóta sokat változott a később búcsújáró helyé lett templom, de védőfala és díszes kapuja még ma is áll. A ferencesek Szent György templomában és kolostorában korábban pálosok szolgáltak. Árvanádasd már alapításakor mezővárosi jogokkal bírt, aztán főleg kézműiparának köszönhetően a 16. századra már Árva megye legnagyobb központi települése lett. Egy vetélytársa volt csak szerte Árva vidékén, éppen a szomszédja Turdossi. A vármegye ősi árpádkori települése sokáig magyar királyi vámhely és sóraktár volt. Lakói az Árva folyón úsztatva messze földre szállították a lengyelországi sót. Később az általuk szőtt vászonnal is kereskedtek. A Nagy Lajostól kapott városi kiváltságai és virágzó kézműipara nyomán szépen lassan Felső Árva kulturális és gazdasági központjává nőtte ki magát. A temetőben az árvai faépítészet egy újabb gyöngyszeme, a Minden Szentek fa temploma a 14. századból származik.
úgy tartják, Turdossi mellett van egy erdő, ahol lucanapkor Magyarország összes boszorkányai összegyűlnek és mulatoznak. Ilyesféle furcsa felsőárvai történetek kísérnek minket, miközben a Skorusina rengetegében emelkedünk. Az erdészeti útról szűkebb erdei ösvényre térve érdemes hótalpat csatolnunk. Meg vagy, Sanya? Hosszan kapaszkodunk a Skorusina fenyvesekkel vadregényes főgerincén. A viszonylag könnyű túraterep a ropogós hóval megszórt fenyveserdő különös, monoton hangulatot áraszt. Szerény vonulat tetejére érve döbbenünk rá, miért is érdemes megmászni a Skorusinát. A kilátó fenséges körpanorámával szolgál. A magas Tátra és a liptói havasok északi előhegységéről egészen kivételes látvány nyújtanak hatalmas szomszédjai. Ritkán látni az északnyugati Kárpátok legmagasabb gerinceit, szaggatott gránit masszívumait innen hátulról észak felől. Akad bőven beazonosítani való csúcs. Közbeesik az Oszobita összetéveszthetetlen, különálló mészkőtömbje is. Északra az Árvai medence terjeszkedik. Végében az Árvai beszkidek zárja a láthatárt. Hosszúra nyúlt napunkat maga a leköszönő nap aranyozza be. A magas hegyek ölelte katlanban fekvő Oravica puszta üdülő telepére ereszkedünk le, ahova időközben Havasi Norbi barátunk elénk jött. Az Oszobita meledékház lesz a bázisunk. Úgy tűnik, több vendége is van a tanyának. A ház tulajdonosa évek óta eteti a szarvasokat, akik úgy ide szoktak, hogy nem zavartatják magukat az emberektől. Az Oravica patak völgyébe miután Turzó Györgytől használatba kapták a területet, a 17. századtól kezdtek kitelepülni Árvanádasdról. A falu később Turdossinhoz tartozott. Az 1800-as években Szent Anna tiszteletére templomot is építettek. A 19. századtól már főleg a turisták kedvelt helye lett a falvacska, ami már a jelentős üdülőközponttá nőtte ki magát. Kiváló adottságait kihasználva, télen-nyáron várja az aktív turistákat. Van jól felszerelt síparkja. De amiért igazán közkedvelt, az a minden évszakban nyitva tartó termálfürdője. A kemény túrák közepette mi is megérdemeljük, hogy élvezzük a jó 34-38 fokos termálvíz áldásait. A magas ásványi anyagtartalmú gyógyhatású oravicei víz több mint 1600 méter mélyről tör a felszínre. Főként mozgásszervi betegségek ellen hatásos, de nyugtató, stresszoldó hatása is van. Kicsit ki is lazítjuk izmainkat, mert ahogy körbenézünk, komoly hegyek várnak még rá. Már karnyújtásnyira emelkednek az Oravica völgyéből a liptói havasok.
de Lengyelország közelségét jelzi, hogy itt magasodik a polákok mitikus hegye, a Tátra alvó lovagja, a Gievont is. Oravica puszta remek origója a környező természeti kincsek felfedezésének, így a Juráni völgy sziklaszurdokába irányuló túrának is. Az árvai csendes völgyből jól jelzett ösvény vezet a szurdok völgy felé. A fürge Juráni patak meredek sziklafalakkal határolt szorosának bejárása télen azért nem olyan egyszerű. Ilyen tájt főleg a fagyba dermedt vízesések nyújtják a legszebb látványt. Ez a pazar karszt jelenség is jól mutatja, hogy mennyire sokszínű geológiai szempontból a vidék. Az égre törő gránit ormok és az enyhébb homokkő vonulatok mellett bizony a mészkő is jelen van, felső árva eme mozaikos hegyvidékén. Na, alapvetően a magas tett, a liptói javasok, ez a vidék az kristályos kőzetből épül föl, de ahogy látjátok, itt-ott megjelenik a mészkő, a dolomit, homokkő, mint itt a Juráj szurdokban is. De lengyel tátra is ez lesz, ugye? Bizony. Ismét a lengyelországi oldalra kelünk át, az Árvával párhuzamos Hokholovi völgybe. No, hát akkor itt vagyunk a Hokholovi völgynek a bejáratánál, ami a Lengyel Tátrának az egyik leghosszabb völgye. Pont ezért én azt mondom, hogy lovasszánnal folytassuk az utunkat. Van egy ilyen lehetőség. Van egy ilyen lehetőség, úgyhogy mindjárt megkérdezzük itt a helyieket, hogy mennyi visznek föl minket, és egy egyszerűbb nyerünk vagy két órát ezzel a dologgal. Koľko bude v eurách? Euro. 50 eur. 50 euro? Zaszani. Télen nagy hagyománya van itt a lovasszánozásnak. A jó hosszú völgyben a turisták a kivételes élmény mellett időt is nyerhetnek a magasabb hegyek eléréséhez. Mi is igénybe vesszük a gorálok szolgáltatását, és a szürke tisztásról lóerővel emelkedünk a szemrevaló völgyben. A Hokholovi völgyről azt tartja a szakirodalom, hogy a Liptói Tátra lengyel oldalának a legnagyobb területű és leghosszabb, jó 10 kilométeres völgye, amit a Hokholovi patak eróziós tevékenységének köszönhetünk. Mielőtt a turisták felfedezték volna, már élénk pásztorkodás folyt itt. A két világháború közötti években több ezer juh legelészett a Hokholovi réten. Nyári pásztorszállásokkal ma is találkozhatunk. Ám a 80-as évek szigorú szabályozásai után a völgyben lehanyatlott a legeltetés. A kéményes hegy és a Volovec keretezte völgyben a Huta rétig emelkedünk. Itt áll a nagymúltú Hokholovi menedékház, ami II. János Pál pápa nevét is viseli, aki ifjú éveiben rendszeresen felkereste a völgyet. Majd 1983-ban már a katolikus egyház fejeként tért ide-vissza. A menedékház azért is népszerű, mert ideális kiinduló pontja a Nyugati Tátra délnyugati részébe irányuló túráknak. A kemény erőpróba előtt nekünk sem árt egy kis felfrissülés. Láthatjátok, hogy milyen jó kiépült itt a lengyel oldala a Tátrának, milyen sok turista van. Itt van ez a menedékház, és most itt a Hokholovi tisztáson, ahol fogyasztjuk a sört, hát itt minden van, hűtőmágnestől kezdve, meleg ételig. Úgyhogy... És ugye hétfői nap is telt ház szinte. Így van, így van, így van. De hát gondolom ez otthon sincs másképp. Hát nálunk fönn dobogókön is azért, már hétköznapok is egész jól felfutottak, hétvégék meg aztán. Brutálisan. Nézzétek körbe, hát itt hány ember van, és milyen pici gyerekeket hoznak föl.
Kisbabákat, babakocsival. Beszélgettünk arról, hogy az utóbbi időben a bakancsos turizmus fellent, népszerűbb lett az utóbbi években. Igen, itt is tömegek járnak a lengyel tátrába, tehát itt a lengyelek azok előszeretettel kirándulnak, és kisgyerektől kezdve mindenkivel föltúráznak egészen magasra, és lehet a menedékházak legalább, úgyhogy most is, ha körbenézünk, akkor családok, gyerekek, és hétköznap van, ugye? Hozzánk is elég sokan jönnek be, lengyelek, és most itt van, most visszaadjuk nekik, most feljöttünk hozzájuk mi is meglátogatni őket. Szóval, hogy mi jellemző dobogókörre, milyen turisták jönnek, gyalogosok, bakancsosok, buszosok? Vegyes. Hozzánk is bejönnek egészen a pici babákat, már szoktatják a szülők, fiatal anyukák, apukák, jönnek idősek. Nagyon-nagyon szort és vegyes. Kis csoportok, osztálykirándulások, kis bulik, haveri csapatok. De nézzék ki az ablakon, sok reklám nem kell. Igen. Hát igen, ez magáért beszél. A látvány magáért beszél. Jó ez az alkoholmentes sör. A menedékháztól a sárga jelzésű turista úton emelkedünk az erdős hegyoldalon. Meredek ösvény vezet fel az 1000 éves határra. A törpefenyős régióból már egyre jobbak a kilátásaink. Még egy utolsó nekirugaszkodás és végre elérjük túránk végcélját, a liptói havasok egyik mellékgerincét koronázó Réthegy sziklakúpját. Hát ezzel a panorámával lett teljes a Skorusin a túránk. Igaz, ez már a liptói javasok, de azért ez önmagáért beszél. Főleg, hogy itt vagyunk az 1000 éves határon. Gratulálok. Hát, nagyon szépen. Hagyjad. Jó, az idő sok hó van, de még tartosan, mi kell még. Van. Mi kell még egy jó naphoz. Egy jó sör a végén. Igen. Én itt az utolsó szakasznál azt hittem, hogy meghalok itt a meredeknél, de most, hogy fölértünk ide, én még mennék. Mit szóltok? Legközelebb? Legközelebb. Ezt nem lehet elmondani, ez olyan, mint egy fénykép. A fényképről se tudod visszaadni azt, amit látsz. Még egy panorámaképpen összeraksz egy képet, akkor sem. Ezt mindenkinek saját magának kell látni ahhoz, hogy meg tudja mondani saját érzését. Igen. Úgyhogy mindenkinek irány dobogók, és utána ide. És utána ide. Charter. Miért is érdemes ide jönni? Hát láthattátok ti is, hegyek, termálfürdő, régi fatemplomok, csodaszép környezet, barátságos, vendégszerető népek, emberek. Ajánljuk mindenkinek. A csúcsról pompás kilátás nyílik a liptói havasok hófehér csúcsaira. Újra előtűnik az oszobita, magyarul különálló sziklaorma is, ami kőzettani szempontból is különbözik a környezetétől. Legtetejéről nagyszerű kilátás kínálkozik a délre emelkedő liptói havasok egész láncolatára. Szemben a magas Tátra tornyosul fel, mely hótakart bizarr meredek szikláival leírhatatlan szépségű, fenséges képet varázsol szemeink elé. Az ellenkező oldalon az Árvai Lapály is felföld terül el, alattunk szomszédos hegyeivel. Észak felől a Babiagura és Pilszkó hegységek zárják be. Kelet felé a Lapály messze Galíciába folytatódik.
Hazánk legzordabb vidékén, az ezer éves határon, Krisztus keresztje tövében megállva, újra nagyot dobban a hazajáró szíve. Korunk turistája is hozzájárulhat, hogy ne legyen olyan elárvult történelmi hazánknak ez a feledésre ítélt végvidéke. Aki veszi a fáradtságot és felmászik északi végeink, az árvai hegyek koronáira, tehet valamit azért, hogy csak nevében maradjon árva ez a természeti szépségekkel, történelmi és néprajzi emlékekkel megáldott vidék.